A mi segítségünk és esti áhítatunk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, bevalljuk őszintén, hogy mi nem az éghonában akarunk boldogok lenni, hanem itt. És itt szeretnénk már végre nyugodtan élni és mindent elérni. Itt szeretnénk egymást megelőzni, vagy legalább utolélni. És itt vagyunk nagyon keserűek amiatt, hogy milyen sok minden nem a miénk még, vagy milyen sok mindent elveszítettünk már. Kérünk, bocsáss meg, hogy csak lefelé nézünk. Csak a pillanatot látjuk, és csak itt akarunk boldogok lenni. És bocsáss meg, hogy azt gondoljuk, attól lehetnénk boldogok, ha csak ugyan elérhetnénk mindent, amit szeretnénk. Tedd ma este számunkra világossá, hogy ha valaki azt akarja, hogy mi boldogok legyünk, az te vagy. Áldunk téged azért, hogy nálad minden feltétele készen van annak, hogy boldoggá tegyél bennünket. Mégpedig olyan boldogságot kínálsz, ami itt is valóságos már, és megmarad az örökké valóságban is. Emeld föl a mi tekintetünket, hadd lássuk meg ma az örökké valóságot. Hadd jöjjön egészen közel hozzánk az, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy hol töltjük és hogyan töltjük azt. Tedd számunkra meggyőzővé a te szeretetedet, hogy te itt be akarsz biztosítani minket, erre az életre és már az örökké valósága is. Segíts el minket sokkal tágasabb látókörbe. Beszélj velünk, kérünk, azzal a szeretettel, aki te magad vagy. Azzal a szeretettel, amivel utánunk jöttél Jézusban. És hadd jusson el a te hívásod egészen a szívünkig. És hozzon minket mozgásba, hogy mozduljunk közelebb hozzád, közelebb az igazi boldogsághoz. Amen. Hallgassuk meg az énekkal szolgálatát, az ének szövege, egy hitvallás. Hű Jézusom kezébe teszem kezem belé, ő életem vezére, vezet hazám felé. A keskeny úton járok, de ő közel van ám, magasból vett világot az ő keresztje rám. S ha nem tudom azonnal, hogy Jézus mit kíván, várok, szemébe nézek, s szívem nyugodt, vidám. Mi boldog, édes érzés, Úr ő éltem fölött, szívem nem ismer kényszert, önként szolgálom őt. S ha szenvedés, baj élne, s az útam is sötét, az Úr keresztje fénye annál dicsőbben ég. S tudom, hogy még dicsőbb fény ragyog majd érjám, ha majd a mennybe élvén belépek ajtaján. Isten igéjét a Máté evangélium a 20. részének első 16 verséből olvasom. A Máté evangélium a 20. részében így szól hozzánk Jézus Krisztus. Hasonló a mennyek országa egy gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal napi egy dénárban, elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óratájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül. Ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőmbe, és ami jogosan megillet benneteket, megadom nektek. Azok elmentek. Ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált olyanokat, akik ott álltak, és megkérdezte tőlük, miért álltok itt egész nap tétlenül? Azok így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre ezt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőbe.
Amikor este lett, ezt mondta a szőlő gazdája a vincellérnek. Hívd elő a munkásokat, és fizest ki a bért, az utolsókon kezdve az elsőkig. Ekkor jöttek azok, akik 5 oltályban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénát. Amikor aztán az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénát kaptak. Amikor átvették, zúgolódni kezdtek a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók 1 órát dolgoztak, és egyenlővé tetted őket velünk, akik a nap terhét hordoztuk és a hőséget szenvedtük. Ő azonban így felelt egyiküknek. Barátom, nem cselekszem veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tied, és menj el. Mert én az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók. Egyik ifjúsági óránkon heves vita alakult ki arról, hogy igazságos-e Isten. És ahogy röpködtek az érvek, és magamban csöndesen azért könyörögtem, hogy adjon Isten bölcsességet minnyájunknak, a heveskedőknek is, meg majd nekem is, ha meg kell szólalnom, hogy lássunk világosan ebben a kérdésben, arra gondoltam, hogy mennyire más is a Biblia fogalomkincse, egy-egy szónak a jelentés tartalma, és mennyire más Isten logikája, mint a miénk. Csak ugyan igaz, hogy nem az én gondolataim a ti gondolataitok, ahogy Isten mondja. És nem is olyan kis dolog az, ha mi megélthetjük az ő gondolatait. Egyedül az ő szent lelke teheti számunkra világosakká azokat. Mert miközben mi arról vitázunk, hogy igazságos-e Isten, és ezen azt értjük, hogy úgy bánik-e velünk, ahogy azt mi megérdemeljük, megadja-e nekünk azt, ami jár, aközben elfelejtjük, hogy rég elpusztultunk volna, ha úgy bánna velünk, ahogy megérdemeljük, és azt adná nekünk, ami jár. Ha Isten akkor igazságos, ha úgy bánik velünk, ahogy érdemeljük, akkor csak azt lehet mondani, hogy nem igazságos. Mert ő nem azt, és nem annyit ad, hanem egészen mást és mérhetetlenül többet. Nem a mi érdemeink szerint, hanem az ő gazdagsága és kegyelme szerint. És ahogy a fiatalok élesítették az agyukat és a nyelvüket e vita közben, eszembe jutott, hogy Jézus egyszer nagyon világosan beszélt arról, hogy igazságos-e Isten. Elmondta ezt a példázatot. Ott is ez volt a téma. Voltak, akik bizonygatták, hogy igen, voltak, akik tagadták. És erre Jézus hosszas elvi fejtegetés helyett, szokásához híven elmondta ezt a példázatot. Ennek alapján keressünk most választ arra, hogy igazságos-e Isten. Nézzük meg először, hogy miről is szól ez a példázat, aztán vizsgáljuk meg, hogy mit mond ez Istenről, és végül, hogy mit mond az emberről. Az a kép, amit itt Jézus a hallgatói elé tart, minden akkori ember számára ismerős volt, és még az én korosztályomnak is ismerős. A szülővárosomban is gyakorlat volt ez, hogy akiknek nem volt tartós munkaviszonyuk, vagy alkalmanként egy kis pénzhez akartak jutni és ráértek, hajnalban kimentek a piacra, és ha valaki felfogadta őket 1-2 napra, elmentek napszámba. Volt, aki rendszeresen ebből élt, nem volt más lehetősége. Nos, itt is erről van szó.
Ott vannak a piacon az emberek, akik fölajánlják a munkaerejüket, és jönnek azok, akiknek munkaerőre van szükségük. Jön egy gazda, és megegyezik ezekkel a munkásokkal egy dénárban. Ez egészen jó napszám volt akkor. Hillél, a híres rabbi följegyezte, hogy amikor fiatal korában napszámba járt, ő fél dénárt kapott egy napi munkáját. És tudjuk azt egyéb forrásokból, hogy egy hibátlanul dolgozó író, tehát kézirat másoló, két dénárt kapott egy napi munkáját. Egy dénár a szőlőben végzett munkáját nagyon jó pénz volt. Ez a gazda azonban igen különös ember. Egy sor olyan dolgot csinál, ami szokatlan volt akkor. Már ez is szokatlan volt, hogy megbeszélte a munkásokkal, hogy mennyit kapnak. A gazdák diktáltak akkor, nem nagyon volt szokás, hogy megbeszélik, hogy megegyeznek. Itt egy olyan szó van, amiből az derül ki, hogy a másik is ugyanolyan ember, mint én, kíváncsi vagyok az ő véleményére. Ennyit tudok adni, mit szól ehhez? Ő azt mondta, hogy örül neki, elég lesz. Megegyeztek. De azért is különös ember volt ez a gazda, mert visszament 3 óra múlva. A munkaidő reggel 6-tól este 6-ig tartott. Hajnalban ment ki, úgyhogy 6-kor már kezdeni kellett a munkát. És gondol egyet, 9-kor is visszamegy, hát ha vannak ott emberek. S voltak. Miért vagytok tétlenek? Mert nem adnak nekünk munkát. Gyertek, én adok. És majd megkapjátok, amennyi igazságos. Velük már nem egyezkedett. Kiment déli harangszókor is, 12-kor, de még délután 3-kor is. Sőt, a munkaidő befejezése előtt egy órával, 5 órakor is kinézett, és akkor is találtott embereket, hogy hogy kerültek oda, valahonnan később jöttek, vagy már csak beszélgetni akartak ott, őket is fölfogadta. Majd kaptok valamennyit. Abban a világban sokkal nagyobb volt a munkanélküliség, mint ma, pedig ma is szenvedünk miatta. Az maga ajándék volt már, hogyha aznapra biztos kenyeret vihetett haza valaki. Aznap legalább eszik a család, vagy ha nagyon beosztják, néhány napra valót megkeresett egy nap alatt. Ez maga már óriási lehetőség volt. Majdnem azt kell mondani, ismerve az akkori viszonyokat, hogyha így napközben később fogadtak föl valakit, mindegy, hogy mennyit kap. Valamennyit úgy is kapni fog, olyan nagy szegénység volt. Dolgozott tehát mindenki, amennyi ideje volt, és este eljött a fizetés ideje. Oda súgja a gazda a vincellérnek, hogy azokkal kezd, akik a legkésőbb jöttek. Jönnek az 5 órások, vajon mennyit fognak kapni? Figyelte a többi, a másik borítékját mi is figyelni szoktuk. 1 dénár. Hogy lehet az? 1 órája, 1 dénár. 1 napi napszám. 1 jó napszám. Akkor mi biztos többet fogunk kapni. Jönnek a 3 órások, 1 dénár. Jönnek a 12-esek, a 9-esek. És akik reggel 6-tól dolgoztak, azok is 1 dénárt kapnak. Erre fölháborodnak. Micsoda igazságtalanság. És zúgolódni kezdtek a gazda ellen, hogy igazságtalanul cselekszik. Mire a gazda azt mondja, álljon meg a menet. Mennyiben egyeztünk meg? 1 dénárban. Mennyit kaptatok? 1 dénárt. Akkor mi baj van? Az a baj, hogy azok is 1 dénárt kaptak. És az miért baj nektek? Kevesebbet kaptatok? Nem. Akkor miért fáj az nektek? Hogy a másik is kap, vagy többet kap, vagy akármennyit kap. És itt kemény mondatok hangzanak el, azt mondja, hogy mi közötök ahhoz, hogy a magaméval mit csinálok, ha az nektek nem rossz. Hogy a másiknak jó, te azért vagy irigy, mondja itt, a te szemed gonosz, ez azt jelenti, hogy azért vagy irigy, mert én jó vagyok. Azt teszek a magaméval, amit akarok. Nyugodtan mehettek haza a 6 órások azzal, hogy ez a gazda nem igazságos. És ezen el lehetne vitatkozni hosszú ideig, hogy az volt, vagy nem az volt. Ezért háborodtak föl sokan Jézus hallgatói közül azon, amiket ő tanított. Hogy gyerekekkel tölti az idejét?
A tanítványainak legalább volt annyi eszük, hogy nem engedték hozzá egy kisgyerekes szülőket. Hát egy kisgyerek úgy se élt még meg semmit az Isten dolgaiból. Jézusnak határozottan azt kell mondania, hogy engedjétek hozzám jönni a gyerekeket. Ilyen neki az Istennek országa. Hogy ne értenének meg? Nem buta az azért, mert gyerek, csak még nem nőtt meg egészen nagyra. Azoknak úgy kell elmondani az Isten országa titkait, hogy érthessék ők. Megértik. Néha többet, mint a felnőttek. Ezen fölháborodtak. Leáll nőkkel is beszélgetni. Mindenki tudja, hogy a nőnek nincs lelke. Ezt tanította abban az időben az egyik nevezetes iskola. És beszélget velük olyan nőkkel is, mint a samáriai asszony, meg Mária Magdaléna. És méltán háborodtak föl az írás tudói, meg a kegyességnek az élharcosai, és nem értették, hogy Jézus hogy nem tesz különbséget az olyanok között, meg ő között. Mégiscsak van valami különbség. Hát azoknak az nem jár, nekik hivatalból jár az üdvösség. Hiszen ők azzal foglalkoznak, hogy tanulmányozzák a Szentírást, ismerik a törvényt, magyarázzák másoknak is, néha még fejbe is vernek másokat egy-egy igével, mint egy bunkóval, mert ők ismerik, hát csak különbek ők azért, mint azok, akiket fejbe kell verni néha az igével. És kiderül, hogy Jézus nem tesz különbséget. Őket is szerette, nagy szeretettel sokszor megintette, néha keményen megdolgálta. Ha nem szerette volna őket, hagyja őket, és nem figyelmezteti. De amazokat is szerette. Nem tesz különbséget. Igazságtalan-e? Nos, itt már a második fejezetnél vagyunk, hogy mit mond el Jézus ezzel Istenről. Mert a példázatbeli gazda nyilvánvalóan az élő Istent akarja közelhozni hozzánk, hogy jobban megismerjük őt. Azt mondja el Jézus, hogy egészen más ő, mint akinek ti elgondoljátok. Abban az időben a hivatalosok úgy gondolkoztak Istenről, mintha ő egy nagy könyvelő lenne. Két rublika van, erények és bűnök. És jegyzi mindannyiunkról mind a kettőt. Aztán hol az egyik oszlop hosszabb, hol a másik, néha egyenleget von, és annak megfelelően büntet vagy jutalmaz. Tehát amire rászolgáltam, amit megérdemlek, ami igazságos. És Jézus azt mondta, hogy nem. Ha Isten ezt tenné, kár lenne munkához látnia, mert nyilvánvaló, hogy melyik oszlop a hosszabb. Tudnélik olyat, ami Isten minősítése szerint jó, tiszta és makulátlan, olyat egyáltalán nem tudunk teljesíteni. A másik oszlop üres lenne, ezt előre lehet tudni. Istennek nagyon magas a mércéje, nem a viszonylagos polgári erkölcs szerint, hanem ő szerinte, ami jó, ami igaz, olyat mi nem tudunk fölmutatni. De szaporítjuk a bűneinket, sokszor még akkor is, amikor nem akarjuk. Tényleg nem akartam őt megbántani. És mégis megint olyat mondtam, hogy megtörtént a baleset. Aztán kérhetek bocsánatot, meg lehet, hogy meg is bocsátja, de beforra sebb, de ott marad a heg. És egy kicsit megsérült a kapcsolatunk. Pedig nem akartam. Hát persze, hogy nem. Csak hát nem azt teszem, amit akarok. Hanem sokszor azt teszem, amit nem akarok. Mert ennyire erőtlenné tett a bűn. És nem tudom produkálni azt, amit szívem szerint szeretnék. És ha Isten aszerint jutalmazna vagy büntetne, akkor csak büntetése kerülhetne sor. De ő nem könyvelő, és nem így néz bennünket, és nem így gyűjtögeti az erényeinket meg a bűneinket. Hanem Isten először is szabad. Őt semmi nem köti. És őt semmivel nem lehet kötelezni. Tehát én nem kényszeríthetem őt bizonyos jutalmazása, bizonyos parancsok betartására. Hogy én betartottam és tartom a markomat, hogy ide kérem a jutalmat. Az nem így jár. Ha Isten igazságos, akkor nekünk semmi jó nem jár. Hiszen gyakorlatilag semmibe vesszük őt. Mindaddig, míg aztán meg nem ismerjük és
nem engedjük, hogy ő új szívet teremtsen bennünk. Gyakorlatilag addig nem tényező Isten az ember számára. Nélküle tervezünk, nélküle élünk, nélküle halnak meg sokan, nélküle változtatjuk a terveinket, ígérünk és megszegjük az ígéretet házastársnak, gyerekeknek, munkatársnak. Egy idő után már nem is érezzük ezt bűnnek, megmagyarázzuk, hogy nem is lehet másként élni egy ilyen hazug világban. Egy idő után már erénynek is tekintik sokan, hogy az ügyesebben csinálja és nincsenek gátlásai. Egy idő után már nevelési elméletet is lehet alkotni elnézve, hogy nem szabad gátlásokat beépíteni a gyerekbe, mert akkor nem fog boldogulni. Mindent szabadon csinálunk, mintha Isten nem lenne. Isten szabad, és őt nem kötelezhetjük semmivel. Ugyanakkor viszont Isten jó. Ebben az ő teljes szabadságában mindent, ami javunkra akar felhasználni. Ő nem nézi közömbösen, hogy mi ilyenekké lettünk. És mindent megtesz azért, hogy ne maradjunk ilyenek. És ő nem akar kizsákmányolni. Ő senkinek sem ad kevesebbet, mint amennyiben megegyeztek. Annyit sem érdemelne. Nagyon magas napszám volt, azt mondják a hozzáértők abban az időben. Többet ad. Annak is, aki egész nap dolgozott, az összes többinek meg végképp többet, mint amennyit érdemelne. Mert nem az érdeme számít. Nem a szerint jutalmaz, hanem az ő szeretete szerint kínál ajándékot. És mindenki megkapja, aki elfogadja. Úgy belegondoltam, bár nem jó játszani az ilyesmire, mert nincs benne a Bibliában, hogy teszem azt mondja egy 5 órás, hogy kérem szépen, ez nekem sértés. Ha az is 1 dénárt kap, aki reggeltől kapált, akkor nekem ne adja csak a 10-et. Mert én csak a 10-et dolgoztam annak. Megszólal a büszkeség, az önérzet. De akkor nem lesz az övé a dénár, de akkor valószínű, hogy a 10-et sem kapja, akkor semmit. Vagy mindent, amit Isten ajándékba ad, és alázatosan tudomásul kell vennem, hogy nem érdemlem meg, nem szolgáltam rá, nem dolgoztam meg érte, nem tudom meghálálni, nem is értem az egészet, de olyan szívesen adja és komolyan gondolja, csak azt tudom mondani, hogy köszönöm szépen, és örülök neki. Ehhez már alázat kell. Ami nagy büszke öntudatunk, önérzeteskedésünk, az sokszor éppen ezt teszi lehetetlenné, hogy Istentől ajándékokat fogadjunk el. De hát ezek nem ilyenek voltak a példázatbeliek, és ezért tapasztalhatták meg, hogy Isten valóban jó. És azt is meg kellett tanulniuk, és meg lehet nekünk is ebből a példázatból, hogy nem is az a dénár volt a legnagyobb ajándék. És ha valóban kicsit jobban ismernénk az akkori gazdasági és társadalmi viszonyokat, érzékelnénk, hogy a legnagyobb ajándék az volt, hogy arra az időre, amíg valaki egy másiknál dolgozhatott, különösen biztos és jó bérért, a legnagyobb ajándék ez maga volt, hogy dolgozhat. És hogy egy ilyen embert fogott ki, hogy így mondjam, és nála dolgozhat. Hogy addig legalább be van biztosítva. Nem fogja becsapni, addig van kenyere a családnak, van mit hazavinni, van élet lehetőség. És amikor Jézus, ami mennyei atyánkról beszélt, olyan sokszor ezt hangsúlyozta a legjobban, hogy ad Isten nektek sok mindent, de bár eljutnátok oda, hogy fölismeritek, hogy ő maga a legnagyobb ajándék. Hogy a vele való kapcsolat helyreállása, az maga az élet. Aztán ezen belül lesz kenyér, lesz bocsánat, lesz nyugodt éjszaka, lesz jó lelkiismeret. Lesz reménység a jövőt illetően, lesz kibékülés a haragosokkal. Sok minden lesz. És ez mind, ebből egy is nagyon nagy ajándék. De a legnagyobb ő maga. Hogy ő fölfogadott. Egy ilyet. Aki, bocsássatok meg, ha ezt mondom, aki ott tátom a számat a piacon. Aki tehetetlen vagyok, nem kellek senkinek. Aki ma sem tudok hazavinni semmit, ha valaki meg nem könyörül rajta. Akkor kijön valaki délután 5-kor, és azt mondja, hogy még én is kellek. Gyere, majd kapsz valamit. És nem valamit kapok, hanem egy egész napi napszámot.
milyen gazda ez? Igazságos? Hát ami szűkös fogalmaink szerint nem. De nem lefelé igazságtalan, hanem fölfelé. Többet ad, mint amire gondoltam. Egy csomó olyat is ad, amiről nem is tudtam. Ezt, amikor elindultam a hívő élet útján, szinte naponta tapasztaltam, hogy nem is tudtam, hogy van ilyen. Van ilyen békesség. Van olyan, hogy rugdosnak, és én szeretem azt a másikat. Nem éltem magamat. Nem ilyen voltam. Van olyan, hogy nem félek. Pedig még mindig megvan az okom arra, hogy ilyenkor félni kell. És minden normális ember fél. És így tovább. Van olyan, hogy elégedett vagyok ugyanazzal, ami eddig volt. Eddig mindig úgy éreztem, hogy kevés, megállapítottam, hogy másiknak több van, és keserű voltam, hogy nekem miért nincs több. Most meg elég. Hálás vagyok érte, még másnak is jut belőle. És örülök, hogy megoszthattam. Nem is tudtam, hogy ilyen van. Isten olyan ajándékokat kínál, amiről nem is tudjuk, hogy létezik. Mert vele kerül kapcsolatba az, aki az ő hívásának enged. És itt már át is csúsztunk a harmadik fejezetbe, hogy mit mond el Jézus ebben a példázatban az emberről. A félelmes valóságot ábrázolja itt, hihetetlen kevés ecsetvonással, de nagyon szemléletesen. Azt mondja, hogy az ember teljesen független lett azóta, hogy Istentől függetlenítette magát. Egészen szabad. Annyira szabad és független, mint azok a munkások ott a piacon. Senkihez nem tartozik. Senkinek nem tartozik. Igaz, hogy az otthoniaknak tartozik némi felelősséggel, hogy el kellene tartani őket. De ez a szabadság és ez a függetlenség azt is jelenti, hogy ennyire kiszolgáltatott. Ma sem lesz haladni való, ha csak valakihez nem tartozhat. Ha csak valaki nem fog parancsolni neki. De azt nem lehet tudni, hogy hogy fog. És nem lehet kiszámítani, hogy mennyit ad, meg mit követel érte. Nem jár esetleg megaláztatással is. Az Istentől függetlenné vált ember ennyire kiszolgáltatottá, és szegényé és tehetetlenné is vált. Nem akart tartozni az atyához, hát akkor nem tartozik senkihez. És a szíve vágya az, hogy bárcsak tartozhatna újra, ne lenne gazdátlan, ne lenne minden ennyire esetleges és kiszámíthatatlan. Azt mondják, hogy egy-egy ilyen napszámosnak a sorsa sok tekintetben rosszabb volt, mint egy rabszolgáé. Mert a rabszolga bizonyos szinten mégiscsak a család tagjának számított. A mindennapi kenyere biztosítva volt. Valamelyen mindennapi értelmes munka is. Egy bizonyos kötelékben élt. Ki lehetett számítani dolgokat. De ez a másik életforma, ez a teljes kiszolgáltatottságot szemlélteti. Hó, de sokszor és sokféleképpen kell ezt tapasztalnunk. Mennyire ki vagyunk szolgáltatva az indulatainknak. Mennyire ki van szolgáltatva sok ember az érzelmeinek, és hullámzik szegényke, mint a Balaton szélben. Mennyire ki vagyunk szolgáltatva sok-sok félelemnek. Néha meg sem tudjuk mondani, hogy mitől félünk. De meggyötör, főleg, ha nincs is kinek őszintén elmondani. És ki vagyunk szolgáltatva a természet erőinek. Tessék majd elolvasni a mai hetilapunk első oldalát. Milyen félelmes illusztrációja ez annak, de hát százával lehetne az ilyeneket mondani, hogy milyen tehetetlenné válik az ember a természet erőivel szemben. És milyen tehetetlen a másik gonoszságával szemben, és milyen tehetetlenek vagyunk sokszor még önmagunkkal szemben is. Megmarad vágynak az, amit pedig szerettünk volna megvalósítani. De valahol meghiúsul. Isten azonban nem akarja a bűnösnek a halálát. Nem akarja, hogy a tőle függetlenné vált ember ebben a függetlenségben pusztuljon el. Isten kenyeret akar adni az embernek. Életet akar neki adni. Értelmes életet. Itt a halálon, innen is, és olyan életet, ami erősebb, mint a halál. Örök életet.
isteni életet. Ezért jött utánunk Jézus. Ha tetszik, ez az ingázó gazda, aki kimegy újra és újra a piacra, hogy az embereket kenyérrel lássa el, maga Jézus Krisztus. Őt küldte el az Atya, hogy menj az elveszettekhez, és hívd haza őket. És az öröm híja az evangélium maga ez, hogy haza lehet jönni. Haza lehet jönni, újra az Atyához. És mi ennek a feltétele a mi részünkről? Az, hogyha hív, induljak el. Semmi más. Van itt valami más feltétel? Jött a gazda, gyertek el az én szőlőmbe. Elmentek. Aki nem ment el, az ott maradt. Isten nem erőszakos. De mindenki előtt kinyitotta az ajtót. Nem kérdezte, hogy hogy kerültek ide délután a piacra. Miért nem találtalak itt benneteket reggel 5-kor? Akkor még mit csináltatok? Nem mond szemrehányásokat. Nem kér számon semmit. Itt vagytok, és itt éhen pusztultok el. Akkor gyertek oda, ahol van kenyér. Nekem telik. Egy óráért is egész napi napszám. Az én javaimmal azt teszek, amit akarok. És ő mindig azt akarja, ami nekünk jó. Tényleg csak ez az egy feltétele van, hogy ha hív, akkor megyek. Olyan érdekes azon is elgondolkozni, hogy mit jelent ez, hogy van, aki hajnaltól dolgozik, aztán délben, aztán este. Vannak emberek, akiket már gyermekkorukban megszólított. És az egész életüket úgy élhették le, hogy Istentől függök. Az ő szőlős kertjében dolgozhatom. Be vagyok biztosítva. Az örök élet az enyém, tizenévesen. És ez megmarad mindvégig. Van, akit élete delén szólított meg. És vannak, akiket alkonyatkor. De még mindig sötétedés előtt. Még mindig az előtt, mielőtt rájuk borult volna a halál éjszakája, ahonnan aztán már nincs visszatérés Istenhez. Milyen jó lenne, ha ma este hálát adnának azok, akiket reggel szólított meg, hálát adnának azok, akiket életük delén szólított meg, és hálát adnának azok, akiket időskorban szólított meg, akik pedig úgy találják, hogy még mindig ott vannak a piacon, azok komolyan vennék ma az ő hívását. Nem én terveztem így, hogy ma erről legyen szó. Valami miatt ő hozta elénk ezt az igét. És ő jön utánunk, ami Urunk Jézus Krisztusban, és azt mondja, hogy szeretlek, gyere haza. Haza lehet menni. Igazságos-e Isten? Igazságos volt-e akkor, amikor minden bűnünket arra vetette, aki soha semmi bűnt nem követett el. Amikor az ő egyszülött fia megsebesítetett a mi bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetését elhordozta, és mi úgy gyógyulhattunk meg, hogy ő megsebesítetett. Igazságos ez az Isten. És még mi akarjuk ezt eldönteni? Abból élünk, hogy a mi fogalmaink szerint nem igazságos, mert nem úgy bánik velünk, ahogy megérdemelnénk, de az ő gondolatai szerint az igazság ott teljesedett ki igazán a Golgotán, amikor az egyetlen ártatlan meghalt helyettünk, amikor az egyetlen igaz átokká lett értünk, hogy mi Isten igazsága lehessünk ő általa. Boldog az az ember, aki így gondol a szerető és igazságos Istenre, és így tudja elmondani azt, hogy hű Jézusom kezébe beleteszem a kezemet, és aztán ő vezessen. Én tőle akarok függeni, mert tudom, hogy ez a vele való közösség maga az élet.